Valamit nem érzel, Steve? Valami bűzlikét, igen. Nem, semmi olyasmi, amire a kedves nézők gondolnak. Valami fém szagot érzünk, és mindjárt Steve-vel átvizsgáltatjuk itt a stúdiót, nehogy itten aztán valamilyen utómódon itt valami probléma legyen, elő-elő fordulnak ilyen dolgok. Köszöntök mindenkit, elindult a Restart, ugye szokásos informatikai egy óránk. Remélem velem tartotok, sok-sok érdekességet hoztam nektek, amiről így a műsor első felében természetesen felvilágosítalak benneteket, illetve beszélgetni fogunk egy picit róla. Aztán, hogyha hozzá szeretnétek szólni, akkor a képernyő alsó részén található elérhetőségek valamelyikén ezt meg tudjátok tenni. Csörögjetek, skype-oljatok, facebookozzatok velünk, úgyhogy így néz ki a történet. Többen kérdeztétek, hogy az okos TV streamünkkel mi van, mert hogy miért nem megy? Megy, jelentem alásan. Én is kipróbáltam otthon a tévében, már rég néztem, mondjuk úgy, már általában a tévében szoktam nézni a tévét, tehát nem hiába van okos tévém, hát most ettől függetlenül, ha jön rendesen a tévében a tévéadás, akkor miért ne azon nézném, ha nézem egyébként a fix műsorát, mert hát inkább csinálom, mint nézném általában, nem nagyon van időm tévét nézni. De működik, úgyhogy smart.fixhd.tv, hát HTML 5-ös böngésző kell hozzá, ez kétségtelen, tehát annak tud ez működni, akinek a televíziója támogatja a HTML 5-ös videó lejátszást, ugye HLS stream formában lehet élő streamet sugározni gyakorlatilag, amelyet az okos tévék is úgymond megesznek, de egyébként az okostelefonok is, hát ugyanaz az elvileg. Úgyhogy ha valakinek nem tudja a HTML 5-öt a tévéje, hát ő nem tudja nézni, de te tudja, mert valószínűleg azok a tévék meg tudják a flash-t. És hogyha viszont a flash-t tudják, akkor pedig a rendesen ugyanúgy, ahogy a számítógépen a böngészőbe bepötyögitek, hogy fixhd.tv, és ott kattintotok az élő streamre, és akkor a flash-es lejátszóval ugyanúgy lehet nézni az adást, akár HD minőségben is, de persze van mellette egy SD is, hogyha valaki esetleg kisebb sávszélességgel rendelkezik, vagy megelégszik a gyengébb minőséggel is, akkor azt is tudja ugye nézni. Ez az a stream egyébként, ami a kábel szolgáltatók felé is megy, persze annak a minőség egy fokkal, hogy úgy mondjam, másabb, tehát azért az egy kicsit turbózott, a netes SD stream az egy icike-picikét butított. Jó? No, hát kezdjük el, mert vannak ám olyan hírek, amelyekről érdemes beszélni. Az első ilyen hírünk, amit már egyébként egy pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy a Facebook napi átlag felhasználóinak száma átlépte az 1 milliárdot, egy-egy napon már megközelítette, illetve át is lépte. Most már úgy néz ki, hogy húzamosabb ideig ez most már így is van, vagy ideje ez így is van. Tehát folyamatosan több mint 1 milliárdan használják a Facebookot naponta. Hihetetlen kitekintést nyújt a Facebook negyedéves üzleti jelentése. A használati adatok ugyanis olyan képet mutatnak, amit a fejlett országokból nézve sokszor nem is veszünk észre. A más 1,5 milliárd felhasználó, kétharmada napi szinten Facebookozik, ez több mint 700 millió embert jelent például csak mobilról. 700 millióan naponta Facebookoznak csak mobilról. Minden fontosabb mutató tekintetében elképesztő növekedésről számolt be a Facebook harmadik negyedéves pénzügyi jelentésében. A közösségi oldal történetében először naponta aktív felhasználók száma stabilan meghaladja az 1 milliárdot, egész pontosan 1,7 ezer milliárdról beszélünk, tehát 7000 milliárdról, ami annyit jelent, hogy 1 milliárd 70 millió ember nagyjából használja, ami az előző évi hasonló időszakhoz képest 17%-os növekedést jelent. Havonta legalább egyszer Facebookozók száma is jelentősen nőtt, éves szinten 14%-kal 1,55 század milliárdra emelkedett. Tehát akik legalább havonta egyszer bejelentkeznek a Facebookra. Mára az is megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy a Facebook teljes sikerrel valósította meg a mobilos átállást. A beszámoló szerint mobil eszközről 894 millióan léptek be a közösségi oldalra legalább naponta egyszer, míg havonta az aktív felhasználók körében ez a szám 1,39 század milliárd, ezek rendre 27%-os és 23%-os növekedést eredményeztek. A mobilos tekintetben akad még egy nagyon fontos adat,
a közösségi oldalt kizárólag valamilyen mobileszközről havonta legalább egyszer használók száma tekintetében. Ez a most lezárt negyed évben 727 millió volt. Itt ugye ebbe beleértjük a WhatsAppot, az Instagramot, minden olyan szolgáltatást is egyébként, ami szintén a Facebookhoz köthető, ami egyébként az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, amely 456 millió volt, ami szintén nem kevés, ez azért jókora növekedés, tehát majdnem kétszer akkora növekedést jelent. Természetesen itt azért megoszlanak, hogy honnan használják a legtöbben, az Egyesült Államokban használják a legtöbben a Facebookot egyébként. Most hagyjuk ezeket a statisztikákat, kimondottan a legalábbis a grafikonokat, mert annyira nem sokat mondóak, de meg lehet nézni egyébként, akit érdekel, a HVSV-n van ez a cikk, amiről éppen most én is danolászok. A felhasználók számánál a 19 milliárd dollárért megszerzett WhatsApp, a Facebook saját üzenetküldő platformja, a Messenger felhasználói táborát is érdemes kiemelni. A WhatsAppnak 900 millió, a Messengernek 700 millió havonta a felhasználói száma. A három éve felvásárolt Instagramot ma már 400 millióan használják havonta legalább egyszer, így a közösségi fotó megosztó szolgáltatás az akvizíciója óta eltelt 3,5 év alatt nagyjából 13-szorosára nőtt már, hogy a felhasználói tábora. A Facebook az Instagram hirdetésekből származó bevételt nem közölte, de az e-marketer piackutató cég számítása szerint a képmegosztón mintegy 600 millió dollár forgalmat generáltak az idén. Nagyjából ennyi, hogy most itt nem is nagyon mennék bele. Itt van egy ilyen összefoglaló táblázat, hogyha valakit ez így szerintem elég sokat mondó. Facebook Community Update, itt lehet látni, hogy melyik szolgáltatást hányan használták. Videókat is lehet látni, hogy 8 milliárd fölött vannak a videó nézettségek. Ha jól látod, ugye a billion az a milliárd, ugye? Igen. 925 millió ember csatlakozott csoportokhoz, 1 milliárd felhasználó naponta, aki jelen van, illetve ugye üzleti célokra is 45 millióan használják a netet, illetve a Facebookot gyakorlatilag. Ezeket lehet innen a táblázatból kiolvasni. Hát azért szép. Főleg a WhatsApp egyébként, ugye az ő 900 milliós felhasználói táborával, ami azért hát azért nem kevés. Közben egy olyan üzenetküldőre, ugye az azonnali üzenetküldőre beszélünk, amit itt Magyarországon olyan sokan nem is nagyon használnak. Tehát ugye talán a Viberhez lehet hasonlítani a legjobban, bár igazából most már a Facebook Messengerhez is, és érdekes módon a Facebook Messengert itt Magyarországon szerintem sokkal többen használják, ugye mivel Facebookhoz kötött és a Facebooknak kimondottan a chat részéről beszélünk, ami egy külön alkalmazásban ugye mobilon is elérhető. Logikus módon hangzik, hogy azt használják az emberek ugye cseteléshez is, hiszen maga a Facebook alkalmazás is erre dobált bennünket, ha mobilon használjuk és egymással akarunk beszélgetni. Ugye lehet rajta most már audio, videó telefonálni és telefonok között, de igazából számítógéppel is működik, tehát ugye mondjuk a számítógépről is lehet hívást kezdeményezni mobil felé, és így tovább, tehát hogy ez elég jó kívánat, tehát mégis kevesebben használják, mint mondjuk a WhatsAppot. Érdekes. Hát az Instagram meg nem meglepő, az tényleg jön föl, mint a talajvíz. Jó, ennyit akkor a Facebookról első körben. Van még egy Facebookos hírünk, ezzel már riogattalak benneteket a beharangozóban is. Képzeljétek el, hogy androidos mobil operációs rendszerre kényszeríti a Facebook a dolgozóit, androidra kell, hogy váltsanak a Facebook iPhone felhasználói, hogy megtudják, milyen a világ legelterjedtebb mobil rendszerén használni a Facebook oldalát vagy portáját. Arra kötelezik a Facebook dolgozók egy részét, hogy iOS-es eszközeikről Androidra váltsanak. Chris Knox, a cég vezető termékmenedzsere szerint így a jól kereső munkatársak is beleélhetik magukat az átlag felhasználók helyzetébe. Ezzel kicsit ilyen, nem tudom, mit akar ezzel mondani, tehát ez azt akarja mondani, hogy akinek Androidja van, az biztos Schrödinger, akinek iPhone-ja van, az meg gazdag. Ugye ez az általános nézet, ez egyébként eléggé... Hát, lehet, hogy ez így van, de nem így van. Tehát, hogy ez egy ilyen európai felfogás szerintem, vagy azon belül is inkább ilyen kis magyar felfogásnak minősül, mert ha megnézzük, az iPhone az Egyesült Államokban tök átlagos mobilnak számít, sőt, ugye azért használják ott annyira sokan, mert ott gyakorlatilag úgymond megengedhetik maguknak az emberek, nem kell hozzá feltétlenül gazdagnak lenni, de egyébként, ha jól belegondolunk, itthon is, tehát a szolgáltatótól
hát nem mondom, hogy fillérekért, de részletre ki lehet hozni iPhone-t, és lehet használni, tehát nem kell az gazdagnak lenni, az embernek iPhone-ja legyen, csak van egyfajta olyan státuszszimbólum az egésznek, ami miatt kicsit ilyen snob eszköznek van ez beállítva, ami valahol érthető, mert sajnos párosul ezzel egy olyan nézet is nagyon sok iPhone felhasználó, vagy inkább úgy mondom, hogy Apple felhasználó, mert itt általában nem csak iPhone-ról van onnantól kezdve szó, hanem iPad-ről, meg Mac-ről, meg mit tudom én miről, ugye, mindenről, Apple Watch-ról, hogy az már egy kicsit, hogy átmegy ilyen sznobériába, és le is nézik nagyon sokan, tisztelt kivételnek, azokat, akik ugye nem ebbe a táborba tartoznak. Tehát azért, tehát csak azt, hogy ezeket így megpróbálják itt különböző egyéb más helyeken is ezzel a szöveggel, hogy is mondjam, propagálni, ez nem tesz túl jót szerintem sem az Apple-nek, sem az Android. Tehát, hogy ilyen, igazából ez ilyen felesleges heccelésnek gondolom, nem? Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy állítólagosan tehát a jól kereső munkatársak is beérhetik magukat az átlag felhasználók helyzetébe, ez az ok, ami miatt rákényszerítik, hogy úgy mondjam, a dolgozókat az Android használatára. Nox ötlete talán kicsit furcsának tűnik, alapja azonban van, a Facebook felhasználók közel 83%-a ugyanis Android operációs rendszerről éri a közösségi portált, ráadásul az Apple termékei, bár egyre népszerűbbek a fejlett országokban, sok helyen még mindig nem kaphatók. Empatikussá szeretnénk tenni a céget, hogy a dolgozóink megértsék, a célközönségünk egyre kevésbé olyanok, mint mi. Tehát, hogy ugye ez is érthető, tehát ez tök jó, hogy az ember mondjuk dolgozik egy high-tech cégnél, nekem van ismerősöm, aki high-tech cégnél dolgozik, és ő is úgy el van kicsit, nem azt mondom, hogy nem elszállva, hanem örül, hogy a legújabb termékeket rögtön ki tudja próbálni, tud vele vagizni, és úgy egyáltalán úgy el van vele, és akkor úgy, ha jó belegondolunk, hogy oké, hogy ő céges környezetben ezt így megkapja, na de úgy egy átlag ember, ha most mindenből bevásárol, akkor viszonylag gatyáját ott hagyja konkrétan, és nem mindenkinek vannak azért a legjobb és legújabb csúcs eszközei rögtön a kezében. Vannak olyan más listák, akiknek igen, és ezért egyébként ebből a szempontból nem egy rossz ötlet, hogy kicsit arra próbálják ösztönözni a dolgozókat, hogy hát próbáljunk meg kicsikét másfelé is kitekintgetni, tehát nem mindenkinek van iPhone-ja, lehet, hogy van, akinek csak egy középkategóriás Androidra futja, vagy akár belépő szintűre, és hát ott is kéne, hogy működjenek ezek a szolgáltatások jól, tehát nem mindig csak a csúcstelefonokra kéne valóban fejleszteni és optimalizálni. Nem ez az első eset egyébként az utóbbi időben, hogy a Facebook saját dolgozóit kényszeríti az átlagos netezők bőrébe. Ugye a vállalatnál bevezették a 2G keddet, tehát a 2G-s keddet. Ezen a napon ugyanis a dolgozók egy órán át lassított net kapcsolattal kénytelenek Facebookozni, hogy megtapasztalják a fejlődő országok internetes sebességét. Ugye erről beszámoltunk szerintem egy-két héttel ezelőtt itt a Restartban is. Úgyhogy hát edzi Zuckerberg bácsi itt a dolgozókat. Úgyhogy ez a helyzet a Facebook házatáján. Egyébként, ha most mindent, elég sok ilyen negyedéves üzleti, nem is tudom, zárást tekintettünk át itt az elmúlt napokban, illetve hetekben, ugye Google, Apple oldalról is, és hát az igazság, hogy eddig senki nem panaszkodik, tehát hogy mindenhol valahogy egész jó negyedévet zárnak ezek a tech cégek, tehát látszik, hogy ahhoz képest, hogy ez a fajta okos telefonos közösségi boom gyakorlatilag, ami ugye, amiben így most már így élünk egy ideje, sőt már egy kezd egy kicsit olyan lapossá válni, vagy olyan érdektelenné, tehát hogy nincsenek annyira fejlesztések, meg úgy valahogy nem tudom, egy ilyen kicsit állóvízt kezd lenni, azért a tech cégeknek ez még így is nagyon jól megéri, hiszen a háttérben azért azt látjuk, hogy mindegyik nagyon jól teljesít, tehát az emberek veszik, használják ezeket az eszközöket, ez nekik is jó, meg hát a felhasználóknak is, hiszen tehát ha jól el vannak vele, akkor innentől kezdve mi a probléma. Úgyhogy itt tartunk jelenleg. Na, Windows 10. Úgy néz ki, hogy a Microsoft a főhadi szállásán a hét közepén véglegesítette a Windows 10 azon korábban Threshold 2 néven emlegetett kiadását, ami a rendszer első komoly frissítését fogja képezni az RTM változat júliusi elkészülte óta, tehát jön a hivatalos frissítés. A hivatalos kommunikációban vélhetően majdan full update-ként hivatkozásra kerül
Ezt a csomag több jelentős fejlesztést is fog hozni a Windows 10 működésében, tehát Full Update néven fog ez majd véglegesen belekerülni az operációs rendszerbe. A pozitív változások már az új rendszer telepítésekor feltűnhetnek majd a felhasználóknak, hiszen ez a frissítés már működni fog a Windows 7-es, illetve 8-as kulcsokkal, tehát azokkal is fel lehet tudni majd, fel tudjátok majd telepíteni, és aktiválni a rendszert, így végre pofon egyszerű lesz majd akár tiszta telepítéssel is létrehozni a rendszert, anélkül, hogy az előzőre kellene frissítenünk, tehát ugye 7-re vagy 8-ra kellett eddig frissíteni. Most ennél a verziónál majd lesz lehetőség most már végre arra is, hogy tisztán telepítsük föl, tehát teljesen egy szűz Windows tegyünk föl, és ne frissíteni kelljen. Sokkal gyorsabb lesz így a telepítés természetesen, csak ne felejtsétek el lementeni az adataitokat a gépről, hogyha teljes installálást csináltok. Ezen kívül a 10.586-os build számot viselő frissített rendszerben már több szinten is egymásba lehet ágyazni a virtualizált környezeteket, a start menü pedig magától fog alkalmazásokat ajánlani a felhasználó részére, mennyire fogunk ennek örülni valószínűleg. Az Edge böngésző szintén okosodik egy picit, mert már képes lesz megmutatni, hogy a fülek tartalma, a kedvencek, illetve az olvasó lista is tud szinkronizálni a felhasználók különböző eszközei között. A Skype szintén új, minden korábbinál szorosabban integrált verzióban lesz jelen a frissített rendszerben, amiben ugye a Cortana is okoskodni fog, bár mivel utóbbi a magyar nyelv használatát egyelőre nem támogatja, ezért ebből hazánk polgárai nem sokat fognak majd észrevenni. A Microsoft egyelőre nem közölt, hogy hajszál pontosan mikor jön ki a Windows 10 Full Update, de vélhetően még ebben a hónapban. Hát ugye itt a hónap elejét ígérték, és hát nagyon a hónap elején vagyunk, egyelőre még nem jött, de hát a hónap során ígérik ezt. Telepítsük a rendszerbe épített frissítő szolgáltatásokon keresztül automatikusan a rendszerünket, ezt javasolják a Microsoftnál, de természetesen kézzel is lehet frissíteni, illetve azoknak, akik ugye most térnének esetlegesen át a 7-ről vagy a 8-ról, akkor ők a tiszta telepítéssel is meg fogják tudni már ezt tenni. Annyit még így kiemelnék, hogy az eddigi foltozások, biztonsági javítások meg ilyenek, ezek egyben benne lesznek majd ebben az új update-ben, tehát nem kell a korábbi Windows 10-et telepíteni és arra rátenni ezt, mint régebben a service pack-ek esetén volt ez, hanem gyakorlatilag ez a verzió már tartalmazni fogja egyben ezeket a biztonsági frissítéseket, tehát elegendő lesz majd csak ezt letölteni a Microsoft oldaláról és frissíteni, illetve újra installálni a rendszerünket, ha szeretnénk. Aki meg ugye eddigi Windows 10-et használt, neki sem kell semmit csinálni, igazából csak az automatikus frissítést engedélyezni, nagy valószínűséggel amúgy is engedélyezve van, és egy nagyobb frissítő csomag keretében ez egy-két héten belül bezárólag meg fog érkezni, és telepedni fog a rendszer, a friss rendszer a Windows 10 alá. Jó, menjünk tovább. Következő hírünk, ez igazából már egy tegnapi hír, csak a tegnapi műsorból kimaradt. Hát egy elég érdekes újítást vezet be a Google. Nem tudom, hogy ki mennyire használjátok az Inbox nevű hát levelező szolgáltatást, amely hát egy kicsit ugye eltér a Gmail-től, de üzleti felhasználási területen azért sokkal többet nyújt. Nos, a következő a helyzet, tud már olyat elvileg kísérleti jelleggel az Inbox, hogy válaszol a leveleinkre magától. Hát ez biztos nagyon sokan örülnek neki egyébként, de nem tudom, minden esetre érdekes kezdeményezés. Megírja helyettünk a válaszlevelet, ugyanis az Inbox. Hamarosan prediktív válaszokat ajánl majd a Google alternatív levelező kliens az Inbox. Az alkalmazás frissen bejelentett funkciója gépi tanulást segítségével ad három rövid lehetséges választ az e-mailben érkező kérdésekre, amelyek közül a felhasználó választhatja majd ki a megfelelőbbet, legalábbis amíg angolul használja a szoftvert, hiszen ez is ugye egyelőre angol nyelvű. Ha e-mailezésről és a Google-ről van szó, legtöbben valószínűleg a Gmail-t használják, a vállalat ugyanakkor tavaly egy második levelező szolgáltatás is elindított ugye a Google Inbox néven. A kísérleti megoldásban a cég elhagyta az ismerős e-mail klienstől megszokott megközelítéseket,
azaz a leveleket automatikusan különböző kategóriába osztja szét ez a levelező szerver, amelyeket külön-külön jelzi ugye a felhasználónak, tehát kategorizál magyarul. Egyébként a Gmailben is vannak ilyen kategorizálási lehetőségek, már csak ott még nem ennyire fejlett ez a dolog. Van egy olyan érzés, hogy ezt idővel össze fogják egyébként rakni, csak most egy teljesen új irányvonalat képviselnek, ezt szerintem már akkor is mondtam, amikor az egész inbox történet elindult. Az inbox most nem csak a levelek kategorizálásán, de a levélíráson is újít egy picit, annak feladatát egyes esetekben kiveszi a felhasználó kezéből. A megoldás a gyors, tömör válaszokat igénylő e-maileknél vehető igénybe. Ezekhez a szoftver mindjárt három rövid választ generál, amelyek közül választhat a felhasználó. A módszer elsőre az okostelefonról, sőt azok elődjeiről is ismert, előre betárazott válasz SMS-ekre emlékeztetnek, noha a kereső óriás szerint ennél sokkal többről is szó van. Az inboxban generált válaszokért egy pontosan két neutrális, egészen pontosan két neutrális hálózat felel, amely a gépi tanulás segítségével állítja össze a lehetséges válaszokat. Az első rendszer elemzi az érkezett levelet, amely tartalmából egy a Google fejlesztői által gondolatvektornak keresztelt értéket hoz létre. Ez lényegében az e-mail tartalmának összefoglalása, a formai tényezők elhagyásával a ráérsz holnap, illetve jó neked a holnapi nap, ennek megfelelő hasonló értékeket ad vissza. A következő lépésben a második hálózat erre a vektorra húzza rá szavanként a nyelvtanilag helyes választ. Külön érdekes, hogy a rendszer a fentiekhez szükséges minden tudását tanulással szerezte, tehát itt már némi kis mesterséges intelligenciát is fel lehet fedezni, és tanulással szedte össze, és szedi össze a későbbiekben is, a funkció élesedésével, ugyanis a felhasználó újabb leveleiből is folyamatosan tanul majd. Ennek kapcsán a Google igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy a leveleket nem emberek olvassák, ugye erre akartam még kitérni, azért mutogattam így fölfelé, ez biztos egy-két ember most szívja otthon a fogát, hogy de hát most hogy mi az, hogy olvasgatja az e-mailjeimet a Google? Tehát nem fizikailag képzeljünk el ott, mit tudom én, Johnny-kat meg Frank-eket, akik olvasgatják az e-mailinket, hanem egy automatika olvassa ezeket az e-maileket, és megpróbálja értelmezni, és ezekhez kitalálni természetesen, ugye, hogy például milyen lehetséges válaszokat lehet küldeni, tehát csak és kizárólag szoftveres hozzáférésről van szó. A vállalat egyre komolyabb tapasztalatra tesz szert a gépi tanulás területén, azt többek között a Google Neo virtuális asszisztens is alkalmazza, sőt a cég nyáron a Gmail spam szűrőit is felturbozta, szintén egy neutrális hálózatra támaszkodva. Persze a keresőóriás mellett más nagyvállalatok is dolgoznak hasonló módszerrel, ide sorolható például a Facebook ugyancsak frissen bejelentett értesítési rendszere is, amely a szokásos tájékoztatások mellett kontextuálisan releváns információkat ad a felhasználóknak. Gyakorlatilag egy Google Now Account-ról van szó, ugye erről is beszéltünk már, tehát ez a kontextuálisan releváns információ, ez ugye azt jelenti, hogy összefügg, tehát megpróbál annak kapcsán, ami mondjuk egy e-mailben van, vagy mondjuk egy értesítés esetén, tehát mondjuk a Facebooknál egy posztban lévő szövegeket értelmezni, és ahhoz megfelelően, vagy azokból kiszűrve a lényeget próbál valamiféle eredményt adni, amit persze, hogy mire használnak föl hirdetésre, akár erre, ugye erre az e-mailre válaszolási lehetőségként, ez már egy más kérdés, hogy ezekkel az adatokkal ugye mit kezd, de gyakorlatilag ugye ez arról szól, hogy elolvassa a levelet a szoftver, és értelmezi, hogy mi van benne. Na most persze, onnantól kezdve persze rögtön felmerül a kérdés, hogy hát a szoftver el tudja olvasni, akkor ugyanakkor, hogyha talál benne olyan infókat, amiket mondjuk ő úgy értelmez, hogy valami, most lényegtelen, hogy mi, akkor azt lehet, hogy kidobálja ott Johnny-nak meg Franknek tényleg, hogy te figyelj már, nézd már meg, hogy itt mit írt Józsi Gézának, vagy fordítva, vagy tehát, és innentől kezdve megint ugye aggodalomra adhat okot azoknak, akinek persze van félnivalójuk, úgyhogy, de minden esetre ennek a másik oldala az persze az, hogy gyakorlatilag automatizálódik körülöttünk minden. Ami nekem speciál tetszik, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen hülye. Tessék, csak én, köszi, Steve. Ja nem, neked is tetszik, jó, azt hittem, hogy na, csak te vagy ilyen hülye.
Az Inbox új prediktív funkciója több lépcsőben válik majd elérhetővé, Android és iOS rendszereken a hét folyamán, legalábbis azoknak, akik ugye angol nyelven használják a szoftvert, és angolul is leveleznek, azt egyelőre nem tudni, hogy más nyelven mikor fogja a vállalat egyáltalán kiadni ezt az új opciót. Majd kiderül, de még igen erősen tesztfázisban van ez a történet. Hát nem tudom, ez megint egy olyan dolog, hogy ha már e-mailezik az ember, akkor, hát akkor én egyébként szoktam nagyon rövid és tömör válaszokat néha e-mailben visszaküldözgetni. Tehát kapok egy litániát, amelynek a lényege úgy is az, hogy igen vagy nem, és akkor visszaküldöm, hogy igen, vagy nem, vagy oké, vagy mi van. Tehát, hogy így szoktam például a mobilomról általában e-mailezni. Persze, hogyha hosszabb e-mailt kell írnom, akkor inkább beülök géppel és szépen megfogalmazom. De általában, tehát, hogy nem, én nem nagyon vagyok annak így, hogy automatikusan válaszolgasson. Tehát, hogy már csak azért is, mert igazából ez sem feltétlen automatikus válaszolásra belegondolunk, mert fölajánl opciókat, amit maximum nem kell begépelnünk, de úgyis nekünk kell jóvá hagyni, hogy mit akarunk válaszolni, nem? Tehát nem magától fog azért e-mailezgetni, Steve küld nekem egy levet, és automatikusan válaszol, és utána a Steve e-mail fiókja is automatikusan válaszol nekem, és gyakorlatilag ellevelezget egymással a Google, mi nem is kellünk hozzá lassan, nem? Tehát, hogy jönnek majd az automatikus levelek. Minket felhasználókat már nem is kell, hogy érdekeljen. Szépen majd ilyen üzleti megbeszéléseket is majd a Google így lefolytat helyettünk, nem? Tehát, hogy azért nem tudom, furi, de azért majd megfelvesszük a tempót. Ilyenkor érzem magam kicsit öregnek, de nem, szerintem sem lesz ez ennyire egyszerű. Ez egy más kérdés, hogy mire lehet ezeket tényleges. Aztán tényleg olyan, mint a válasz SMS. Tehát amikor kinyomod a telefont, ugye be lehet állítani azt, hogy automatikusan küldjön egy SMS-t mondjuk az illetőnek, aki hívott, hogy majd később visszahívlak, vagy valami. Ezek jó dolgok. És ilyet lehet, hogy meg ilyeneket egyébként e-mailben is vannak, tehát el tudsz menni úgynevezett ilyen day off-ra. Tehát amikor Szabin vagy, szabadságon vagy, akkor nagyon sok levelező szoftverben amúgy is be lehet állítani olyanokat, hogy mit én kiírja, automatikus válaszként elmegy egy olyan, hogy Szabin vagyok, ekkor és ekkor és ekkor jövök, majd akkor olvasom az e-mailt, vagy mit tudom én, Jani helyettesít, tehát hogy ő hozzá lehet fordulni, és így tovább. Tehát eddig is megvolt ez, csak most kicsit majd személyre szabottan fog működni, majd kiderül, mit hoznak ebből ki. Jó, még egy inkább érdekesség, nem is annyira IT, de azért mégis. Finn nemzeti kincs lett a Nokia elpusztíthatatlan mobilja, a 3310-es. A finn külügyminisztérium egyik az országot népszerűsítő programja keretében kidolgozott 30 emojit, amik szerintük hülyen tükrözik a finn nemzeti értékeket. Az emojikből egyelőre csak 3 darabot lepleztek le, azok között azonban ott van egy informatikai szempontból is érdekes elem, méghozzá nem más, mint a legendás, elpusztíthatatlan Nokia 3310-es telefon, amit ezek szerint a finnek az egyik legfőbb nemzeti értéküknek tartanak. Az indoklás szerint azért ezt választották be a különleges 30 emoji közé, mert a készülékeket Finnországban tervezték, és mert a kivitelezés sében nagyon ellenálló képességről tett tanúbizonyságot ez a készülék. Mindjárt mutatjuk, ha valaki nem tudná, milyen készülékről van, szóval a fiatalabb generáció még lehet, hogy nem is nagyon látott ilyet. Mutassuk is szerintem. Tehát erről a készülékről van, szóval amely ilyen szép kékben. De volt a szemből a szürke is, meg mint hogyha többféle színben, meg cserélhető előlapos, meg nem tudom. Tehát ez az a készülék, ugye az ominózus 3310-es. Nekem egyébként nem volt ilyen telefonom. Nekem 22-10-esem volt, azt hiszem, ami még talán ennek volt az elődje. További 2 eddig nyilvánosságra hozott emoji közül egyébként az egyik az északi országban nemzeti sportnak számító szaunázást, míg a másik a csápolást, vagyis a headbanginget ábrázolja. A további 27 emoji december 1-től kezdődően egy olyan karácsonyi visszaszámlálás részeként fogják leleplezni a finnek. Hát azért nem unatkoznak a finnek se. Kíváncsi vagyok, hogyha Magyarországon kellene ilyen hungarikumokat emoji-be foglalni, akkor azokban mik lennének? Földobom a kérdést, jó? Aztán majd a Facebookon jöhetnek a viccesebbnél a viccesebb válaszok esetlegesen rá.
Hát nekünk nincs 33-10-esünk, de azt hiszem van egy-két olyan hungarikum, ami azért simán emojiként is elmehet. Nem mondjuk egy jó kis, nem tudom, tokai bor, vagy nem tudom, az úgy simán beleférne akár egy emojibe is, nem? Tehát a, ugye az emojik azok a... Mondjuk ebben nem tudom, mi az érzelem kifejezése egy Nokia telefonba, meg a tokaiba sem. Mondjuk a tokait, ha megiszod, utána lehet, hogy lesznek érzelmeid. De minden esetre érdekes. Jó, na, kezdjük akkor, nézzük, mi a helyzet a Facebookon, illetve indítom a Skype-ot is, tv.fixhd, lehet csörömpölni ide hozzánk, illetve telefonon is nyugodtan, Steve már nagyon várja a hívásokat, jöhetnek azok a hívások. Mondom, kattintunk. Na, kérem szépen. Én kattintottam. Na végre, megnyílt. Jó van. Rendítsek. Roland írja, szia Wendy, 3310 és a 3330-as Nokia, az utóbbi, az már mozgóképeket is tudta, monokrómon. Ja, hogy ilyen animációk, igen. Hát, de miért az előző nem tudta még, ott csak sima képeket? Nem tudom. Annyira rég volt, nem emlékszem rá. Pont tegnap a Kós Jani bácsival beszélgettünk, neki egyébként egy ilyen őskövületi telefonja van. Hát nem ilyen, ennél egy picit még újabb már. De ő mondta, hogy ő nem érti ezeket az okostelefonos történeteket, tehát ő ez így nem konyít. Viszont ez a telefonja megvan 10 éve, és semmi baj nincsen, és tényleg már beleesett a tengerbe, meg mindenbe, és tök jól működik. Tehát van, aki ezekben hisz egyébként, nincs ezzel semmi gond. Tehát, hogyha valaki nem tudja kihasználni a technika adta lehetőségeket, nem kötelező ilyen szinten váltani, azért még lehet ezeket a telefonokat is jó sokáig használni. Egyébként most, hogy mozgóképek, vagy nem mozgóképek, hát most szerintem, ha valaki telefonálásra, meg SMS-ezésre használja a telefont, annak mindegy, hogy mozognak-e a képek rajta, vagy színes egyáltalán, vagy ilyenek, nem? Jó. Szakács Nándor írja itt nekem. Szia, Wendy, most vettem egy Commodore 64-et. Jézusom, hol lehet még olyat kapni? Én is kérek. Van hozzá két darab floppy meghajtó, és azt szeretném kérdezni, hogy a lemez meghajtóra, hogy tudok másolni? Először is köszi a segítséget. Megfogtál. Ha jól emlékszem, akkor úgy kellett azt csinálni, hogy ugye be kellett tölteni, ugye? Tehát load, idézőjel, dollár, idézőjel, vesző 8, vesző 1, ugye basicben, akkor betöltötte a floppin lévő programot, és ugye a run-nal lehetett futtatni. De hogyha nem futtatni szeretnéd, hanem menteni szeretnéd, ugye ez beolvasta a memóriába. Akkor ki kell cserélni a lemezt, tehát nem is kell hozzá igazából két meghajtó, hanem egy is elég, mert hogy nem is lehet kettőt hozzá csatlakoztatni, azt hiszem csak egyet. Tehát egy csatoló felülete van, ha jól tudom. Olyat lehet, hogy magnót kötsz hozzá, és, vagy lehet, hogy az is ugyanazon a csatoló felületen van. Látod, ez már annyira régóta, hogy nem emlékszem rá. De egy biztos, hogy ha jól emlékszem, akkor save-vel kellett menteni. Tehát a load mellett a save-nél ugyanezt. Tehát egy save idézőjel, dollár idézőjel, vesző, 8 vesző, és ott nem kell, ott nem egy volt, hanem azt hiszem 8 talán. Így lehetett másolni, nem emlékszem rá, de valahogy mintha így másoltuk volna annak idén ugye a játékokat egymás között, akkor még lehetett ilyet, vagy legalábbis nem szabályozták ezt annyira, meg nem volt ez még annyira kitalálva, és ha jól emlékszem, akkor így csináltunk annak idén másolatot róla, de szerintem Google a barátod, biztos, hogy találsz erről infót. Jó? Úgyhogy ha most hülyeséget mondtam, de szerintem valami ilyesmi egyébként, tehát ha még benne van az agyam, milyen információk ragadtak meg az agyamba. Jó. Menjünk tovább, azt mondja, hogy szia Wendy, szeretném kérdezném, hogy a képen, ahol a SATA interfész van, itt mindjárt mutatjuk a képet is, amit Gábor küldött, ott amit ír, az mit jelent? Rossz kábellel van bekötve az SSD, mármint okozhat-e lassulást? Maradok tudni, mi? Ti maradtok szinte az egyetlen, nézhető adó. Peace, vagy pacsi. Köszönjük szépen, Gábor. Na nézzük, mi az, mit ír, és milyen kábel, és mi van. Mindjárt, húha. Azt mondja, hogy good. 21 giga. Hát én ebből most komolyan mondom, lehet, hogy kell a szemüvegem, de ebből én még egyre nem tudtam kivenni a lényeget. SATA interface. Mit ír? Azt mondja, hogy please be ensure that system settings may affect again your result. Hát figyú, én ebben nem tudom, hogy ez itt most mit akar jelenteni. Én ezt látom, hogy ez egy ilyen diagnosztizáló kütyű.
amely mutatja, hogy gyakorlatilag mennyi adatot forgalmaztál, milyen gyors a történet, és akkor itt milyen satával van rákötve, de milyen rossz sata. Illetve hát az a, tehát értem, bár én ebből nem veszem ki azt, amit te írtál, hogy hol okozhat ez itt bármiféle lassulást, meg hogy rossz kábel, vagy nem rossz kábel. Igazából nem is annyira kábelen múlik, majd voltam, a sata kábelekben olyan túl nagy különbség nincsen. Talán régebbi kábelek lehet, hogy nem bírnak annyit átvinni, mint hogy régen az idénél is volt olyan, hogy ugye volt a 40-es, meg 80-es, és akkor ott azért vannak különbségek ugye abban is sebességben, de satánál szerintem lehet, hogy voltak régebbi kábelek, nem is annyira kábel határozza meg, hanem a vezérlő, tehát a SATA vezérlő határozza meg igazából azt, hogy maga mondjuk az SSD, a rákötött SSD az milyen gyorsan tud kommunikálni. Mert mondjuk van egy SSD-d, ami mondjuk 500 megabites írási és olvasási sebességgel rendelkezik, de mondjuk neked csak egy SATA 2 portod van, akkor azon az úgy nem fog annyiba menni. Az olyan 300 környékén, 300 max 400-zal fog tudni menni, és a SATA vagy az SSD-d az tudna többet is, csak ahol SATA 3-as vezérlő kell már, hogy az ténylegesen tudjon annyival kommunikálni. Tehát én nem feltétlenül gondolom, hogy itt a kábellel van gond, szerintem lehet, hogy te is abba futottál bele, hogy lehet, hogy csak SATA 2-es vezérlőd van, nem? És ugye az SSD-d meg gyorsabbat is tudna. De ez önmagában én nem nevezném lassulásnak, ugyanis nem csak az ilyen, tehát az írási-olvasási sebesség az, ami az SSD-nél egyébként a gyorsaságot eredményezi, hanem azt, hogy ugye teljesen más technológiával dolgozik, ezért a névleges írási és olvasási sebessége is jóval gyorsabb, tehát az adat kezelése is, a pufferelés, a vezérlőtől való, tehát a vezérlővel való kommunikációja is gyorsabb, tehát ha most fizikailag nézzük, akkor nem erről van feltétlenül szó, hogy ez lassulást okoz. Lassulás szerintem igazából max a SATA vezérlőd okozhat. Kábelben szerintem max a nagyon régi kábeled van, az lehet, hogy lassabb, de nem emlékszem rá, hogy ebben lennének ilyen jellegű különbségek. De Laci lehet, hogy ez ügyben okosabb, mint én. Hello, Laci! Szia, Vendel! Hát itt én úgy látom a képen, hogy csak annyit ír, hogy ugye megfelelő porton connected, tehát leírja, hogy ugye SATA 3-as port az interfészt, hogy azt kérdezte. Igen, nem látom, mert olyan picivel van írva, hogy én konkrétan nem azt is írja, látom. Tehát your SSD is connected to SATA 6. Ja, látom, igen, csak hát olyan kicsivel van írva. SATA 3 uh-huh. port, és akkor ennyit ír. Tehát ez csak egy információ, aha, ez nem ír hibaüzenetet, hogy ja, jó, okay. Van, ez csak annyit ír, hogy ezen a porton csatlakoztatod. Jó, igen. És ennek a Winchesternek a hivatalos szoftver ez. Uh-huh. Ez a program, de itt hibaüzenet nincsen. Igen, szerintem sincs. Most már látom itt, hogy csak nagyon picivel van írva, aztán most, hogy belenagyítottam, már látom. Hogy akkor első SATA 3-ra is van kötve, akkor viszont nem lett lassú. Így van, ha lassú, akkor rossz az SSD. Hát kérdés, hogy mi a lassú? Mert ugye itt igazából azt sem látjuk feltétlenül ezen, hogy milyen gyors, mert itt igazából teszteket kéne mérni, hogy milyen sebességgel tud olvasni, és abban meg csak annyit ír igazából, hogy igen, tehát hogy a rendszer beállítások befolyásolhatják ugye a sebességet, vagy a teljesítményét az SSD-nek, de nem tudjuk, hogy mi ez a teljesítmény most itt éppen, meg hogy milyen SSD-ről van igen, szó. Igen, kéne ott már egy performance test, és ott rá tud nyomni, hogy futtatás, ilyen run, és akkor kiírja neki, hogy mik az adatok, ezt le kéne egyeztetni a gyártónak ugye a honlapján lévő paraméterekkel, hogy megegyezik, és ha megegyezik, akkor nincsen probléma. Esetleg még lehet gond, hogyha rosszul van partícionálva, ott vannak ez az alignálás, hogy elcsúsznak a fizikai szektorok, a logikai szektoroktól, vagy valami ilyesmi van, hát és akkor... Igen, bár ezek az újabb, nem tudom, hogy ez mikor SSD, de szerintem ez már inkább újabb, így a széria számából ítélve nem tudom, nem tudom hova tenni így hirtelennyiben, max a márkáját. Ez egy újabb, igen, ez mai, vagy ez évi szerintem. Aha, igen, meg mondjuk 512 gigás már, tehát azért ez valószínűleg inkább újabb, mert régebben azért nem voltak ekkora kapacitású meghajtók. Igen, tehát mert azt akartam az egészből kihozni, hogy régebben volt ilyen, hogy trimmelni kell őket, meg mit tudom én, most már ilyenekkel nem kell nagyon szerintem foglalkozni, mert ezek az új generációk... Ezt a rendszer automatikusan csinálja, ezt a trimmelést. Pontosan, tehát hogy nincs ezzel már különösebb teendő, az ember megveszi, kicseréli a vinyóját egy SSD-re, és ugyanúgy használja, mint hogy egy vinyó lenne majdnem, hogy...
egy-két kivételtől eltekintve, tehát mint a Windows amire... XP-t nem fog tudni rá föltenni például, vagy legalábbis csak nagyon nehezen. Hát föl lehet rá hackkelni, amire figyelni kell, de írja is, hogy ez a AHC módra van kapcsolat, írja AHC mód is on. Ez ennek aktívnak kell lennie, mert ha ide módban van kapcsolva, akkor ezek a trim meg az ilyen funkciók, igen, között, azok nem a portnak a funkciói nem működnek. Uh-huh. De én úgy látom, hogy itt a kép szerint minden. Igen, úgyhogy nem tűnik rossznak, ráadásul a kapásban azt is írja ki, hogy jó, tehát hogy good, meg minden zöld, úgyhogy igen, nincs ezzel gond. Jó, oké, okay, köszönöm, Laci. Szívesen. Halló, szevasz. Jó, menjünk tovább akkor. Úgyhogy Gábor megnyugodhat, valószínűleg nincs gond, egy sebességtesztet nézzél még, légy szíves, ahogy Laci is mondta, vesd össze a gyári adatokkal, hogyha közelítőleg vannak az eredmények, ugye itt most persze tényleg névleges dolgokat mondunk, tehát azért, mert azt írják, hogy 500, vagy a gyártó oldalán mondjuk, mert azt hiszem, ez körülbelül ilyen 500-zal tud írni, olvasni, azért most már ez manapság elvárható egy SSD-től, azért nem azt jelenti, hogy pont 500-zal fog menni, tehát az ilyen 3 és 400 között fog inkább menni, de az tökéletesen jó. No, menjünk tovább. Jack Dohai, Wendy TV okosítón kitketes. Miért nem lehet másolni a belerakott memória kártyára vagy ról? Hát nem tudom. Tehát, hogy igazából miért ne lehet? Meg hova? Itt az a kérdés. Tehát, hogy hova szeretnél másolni? Hm? Mert igazából ugye beleraksz egy memóriakártyát, de ez olyan, mint a telefonok esetében is. Tehát, hogy ma a telefonokban általában van egy beépített háttértár, ugye? És abban, hogyha már amelyik telefonba lehet tenni SD kártyát, mert például az enyémben se lehet, akkor elvileg egyikre a másikra tudsz, csak kell hozzá program, mert az Android, vagy Androidba kell valami terminál shell, amiben ezt meg tudod oldani, mert hogy úgy alaptartozékként az Android op rendszerben nincs ilyen app, amivel másolni tudnál, tehát valamilyen third party appot föl kell hozzátenni, egy ES File Explorert vagy valamit, azok egyébként egész jól, vagy egy Total Commandert egyébként, létezik Total Commander Androidra, és akkor azzal tudsz másolgatni. Csak kérdés, hogy mire? Mert ha mondjuk például pluszba ebbe beteszel egy, mert mondjuk az enyémben nincs SD kártya, de mondjuk ugye OTG-n rá lehet csatlakoztani pendrive-ot, és pendrive-ról tudsz másolni mondjuk a belső tárolója is a pendrive között, és fordítva is, legalábbis kéne, hogy tudjál. Most a TV okosítók is gyakorlatilag ugyanilyen kis kütyük, majdnem olyan fizikailag legalábbis, mint a, tehát ha van benne SD kártya bővítési lehetőség, akkor elvileg ugye arra kéne, hogy tudjál másolni, csak ugye ha nincs belső tárolója mondjuk az eszköznek, és az lehet, hogy nincs belső tár, akkor miről másolna és mire? Ugye itt ez a kérdés. Tehát lehet, hogy azt kéne csinálnod, hogy az SD kártya plusz valószínűleg van rajta ugye USB port, tehát abban bedugsz egy pendrive-ot vagy egy vinyót, na a kettő között fogsz tudni szerintem másolgatni, csak ugye alkalmazás kérdése. Jó, Vince Ádám, Laci van itt velünk, sziasztok! Azért, azt azért vegyük figyelembe, hogy sok idiótának van több tucat Facebook fiókja, nem tudom minek. Ha valaki olyan bátor arc, hogy trollkodik, legyen olyan bátor is, hogy valódi accountjáról trollkodik. Nos, ha ezt világméretben nézzük, akkor messze nincs több, mint 1 milliárd valódi felhasználó. Jogos, amit mondasz, én sem tudok azonosulni azzal, hogy valaki miért csinál magának kamu profilt. Ha valaki ilyen kis kettős életet él, hogy nem tudom, vannak titkai, vagy olyan baráti köre, vagy nem tudom, Facebook köre, akivel külön szeretné tartani a kapcsolatot, még akkor sem indokolt feltétlenül, mert egyébként a saját fiókodat is tudod úgy konfigurálni ugye a különböző jogosultsági beállításokkal, hogy létre tudsz hozni külön úgymond csoportokat, akikkel mondjuk az ismerősökön belül is, hogy ki az, akivel te meg akarsz osztani információkat, vagy milyen információkat osztasz meg, és akkor csak ki kell jelölni azokat az embereket, vagy azt a csoportot, akivel mondjuk adott infót meg akarsz osztani. Tehát ezt meg lehetne csinálni egy fiókkal is. Tehát én értem én, de ennek ellenére tényleg sokan használnak két fiókot. Még valamikor régen én is használtam, amikor nem volt oldal létrehozási lehetőség, és ugye már ment a restart, akkor volt egy Wendy restart felhasználó külön, amit csak arra használtam, hogy ugye a veletek kedves nézőkkel tartsam a kapcsolatot. Most meg ugye mióta oldal van, ez sokkal egyszerűbb az oldalra lájkolva utána információkat írogatni.
és a magánprofilomat meg külön használni, és azt tényleg az ismerőseimmel használni. De van, aki másképp gondolkodik, hát most például a Füle Zolinak sincs oldala, ő mindenkit fölvesz a magánprofilján, de csak egy gond, hogy most már lassan 5000 ismerőse van, és azt hiszem az a maximum, tehát több nem lehet, és akkor egy idő után már nem tud különbséget tenni a tényleges ismerősei, meg a úgy egyéb ismerősei között. De ebben igazad van, tehát nagyon sokan valószínűleg több profilt használnak, na bum, ő bajuk. Most az, hogy a Facebooknál ez valójában felhasználóként jelentkezik, az viszont adott, tehát hogy most lehet, hogy nincs mögötte fizikailag annyi ember, de itt a felhasználói fiókokról van szó. Tehát az ő szempontjukból a felhasználók számát tekintve az bizony ettől függetlenül ennyi. Most az, hogy egy emberhez több fiók is tartozik, az egy más kérdés. Ettől függetlenül, tehát most az azért nem lebecsülendő történet, hogy nagyon sokan használják a Facebookot, és azért, tehát ez nagyon sok, ez az 1 milliárd tényleg. Most az, hogy valódi felhasználók ebből hányan vannak, az megint egy más kérdés. Jó, megyünk tovább. Jó, megijedtem magamtól. De úgy nézek ki, mint egy hulla ezen a videón egyébként, és a hajam is hogy áll. Fú, ez vállalhatatlan. Na mindegy, ez van. Van ilyen néha, amikor az embert így megtalálják csak úgy a kis boxában, amikor éppen készül az adásra, és akkor mondjam el, hogy mi lesz. Hát elmondtam. No, sebesség, köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, és akkor itt a link, amiben, ha minden igaz, akkor megtudhatjuk Gábor SSD-nek performance benchmarkját is, azaz a sebességét. Na nézzük, 562 aránylik az 503-hoz. Hát akkor ez egy jó gyors SSD. Hát megmutathatjuk persze, de jól látszik, hogy ez az olvasási sebesség 562 megabyte per másodperc, ugye? És 503, ugye? Jól látom, elég rossz felbontású a kép. Igen, ez pedig ugye az írás. Hát akkor ne panaszkodj, ez tök gyors. Nekem is egyébként 500-at tud a 450-et tud az SSD-m, ami benne van a laptopomban, de mert csak SATA 2-es a portom, azért 300-zal tud körülbelül így működni. Tehát hogy ahhoz képest nem olyan rossz, tehát nem panaszkodj, így is gyakorlatilag megelőz a gép. Tehát amíg rá se kattintottam, már indul. Jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy Tibor, Android 4 alatt nem lehet másolni, mert az Android biztonsági, nem tudom milyen miatt, nem lehet. Azt írja mindig az ESS File Explorer, hogyha másolni akarok az SD kártyára, akkor rootoljam a telót. Nem. Lehet másolni szerintem. Nem kell az rútolni, tehát jogosultság, persze a belső tárolóról lehet, hogy nem tudsz, mert az úgy be van védve. De SD kártyáról tudsz, mint ahogy egyébként most gondold el, tehát kiveszed az SD kártyát, beteszed számítógépbe, ott is tudsz róla törölgetni, másolgatni, bármit. Tehát miért lenne ez letiltva? Szerintem ez nincs letiltva 4-es Androidban sem. Csak a belső tárolóról nem tudsz, az lehet. Meg ott is csak a rendszerkönyvtárakból, de szerintem ugye például oda, ahova a fényképeit készülnek, például ha a belső tárolóra készül, meg ilyenek, onnan szerintem tudsz fájműveleteket csinálni, mint ahogy törölni is tudsz fotókat, szerintem másolni is tudsz onnan, tehát nem hiszem, hogy ez így ahhoz rútolni kellene. Hát persze, hogyha a rendszer partícióról vagy a rendszerbe akarsz belenyúkálni, és ott akarsz fájlokat módosítani, oda lehet, hogy rútjog kell, sőt oda biztos, de amúgy szerintem nem kell. Nem tudom. Jó, aztán Viktor, hello Wendy, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a Google Chrome miért nem támogatja a Java bővítményt, vagy ez attól függ, hogy milyen oldalon vagyunk, mert én próbáltam először letörölni, aztán visszatenni, de azt írta, hogy frissítést kell alkalmazni, frissítettem is, újraindítottam a gépet, és ugyanúgy semmi. Addig ideiglenesen az Opera webböngészőt használom, és a Google Chrome-ot is letöröltem, és visszaraktam, és semmi, köszi a segítséget. Ugye megbeszéltük azt már egy ideje, hogy a biztonsági okokból a Google Chrome az összes bővítményt, hát szó az összeset, ugye kétféle bővítmény lehetőség van. Vannak a pluginek, külön kezeli most már ezeket, és vannak a Google számára elfogadott külön bővítmények. A pluginek le vannak tiltva, már egy jó ideje le vannak tiltva, és a Java pluginként működik, tehát azt külön kell engedélyezni. Ugye úgy kell csinálni, hogy a Chrome 2.plugin, ugye azt kell beírni, ha jól emlékszem,
Chrome 2-s pont per plugin, plugins. És ide kell betenni igazából, vagy itt kell, hogy legyen a Java. És mivel alapból mindig le van tiltva, ezért elvileg, amikor te megnyitsz egy olyan oldalt, ami egy Javát hívna meg, akkor meg fog jelenni a jobb felső sarokban egy ugye, külső bővítmény aktiválására felhívó kis ikon, amire rá kell kattintani, és ott kell engedélyezned, hogy futtassa a Javát, és utána már fogja futtatni. Természetesen nem árt, hogyha a legújabb van fönt, mert a régieket biztonsági okokból egyébként nem fogja futtatni, tehát a legújabb Javát tessék mindig letölteni, és akkor azt fogja majd onnantól kezdve futtatni. Úgyhogy működnie kell, csak mint mondtam, alapból tiltva van, tehát minden egyes alkalom ezt be kell külön kapcsolgatni. Megnehezítették kicsit a felhasználók dolgát, de hát főleg a biztonság, ugye nagyon sok visszaélés van, tehát nem árt, ráadásul a Java tele van hibákkal. Én nem is értem azt a bővítményt vagy futtató környezetet, ugye nagyon régi futtató környezetről beszélünk, már, és alapjaitól, tehát már egy évtizede bűzlik a fejétől gyakorlatilag, és valahogy nem optimalizálják. Folyamatosan toldozgatják, foltozgatják, biztonságilag próbálják rendbe rakni, azzal talán nincs is gond, ha az ember frissen tartja. Iszonyú erőforrást pazarló futtató környezetről beszélünk. Nagyon sokan szeretnek benne programozni egyébként, nem véletlen az, hogy különböző webes alkalmazások is még mindig inkább Java-val oldanak meg dolgokat, mert tényleg bármelyik területét meg lehet programozni a dolgoknak. Csak hát iszonyú erőforrás pocsékoló, és gondolod, hogy a Chrome amúgy is eszi az erőforrást amúgy, és akkor még egy Java is fut rajta, hát bikagép kell hozzá, sőt azt is megeszi, tehát tök mindegy milyen gép van alatta, megeszi. A Javának ez a specialitása egyébként. Jó, na visszatért Laci. Na mondjad Laci, mi a hozzáfűzni valód? Szia Vendel, megint. Az a lényeg, inkább osztok egy képernyő megosztást, mert nagyon rossz az angolom. Jó. És így most már látni fogok, mi van. Ezeket a régi NetScape pluginokat, ez annak valami rövidítése, hogy ilyen PAPI pluginokat nem támogatja már a Chrome, tehát teljesen lekapcsolatok, és vissza sem tudod kapcsolni. És a Javának még nincs ez a PPAPI pluginja, ami ugye működik a Chrome-mal is. Tehát, hogyha itt látod, benézsz nálam a pluginokba, nincs itt a Java pli fel van rakva. Uh-huh. És itt pedig a Javának ugye a csekkoló oldala, hogy megnézze, hogy milyen verziójú pluginod van, és frissíteni kell, az ki is írja, hogy Chrome Browser not supported. Uh-huh. And plugin. Hát nem fog menni Chrome-mal a Java. Aha. És itt írja is, hogy... De van, ami megy. Van, ami működik egyébként. Csak hát lehet, hogy ezek a régebbi fajta, nem tudom milyen plugin, mert te is olyan kicsiben használod a monitort, és ezt se látom, mindegy, lényegtelen. De bizonyos részei mennek, esküszöm. Tehát én is már használtam Javát Chrome alatt, és működött. Elvileg most már nem kéne, hogy menjen, de itt mondom, a hivatalos... Hát akkor lehet, hogy már nem, de mert mondjuk tény, hogy nem ma volt. Browser, tehát uh-huh. ő is ezt írja, hogy válts böngészőt, vagy Firefox-ra, Internet Express-ra, Mac-en. Tehát akkor maga ennyi. A hivatalos Java oldal ezt írja. I see. Jó, hát akkor ezt is megtudtuk. Tessék, akkor nincsen Chrome böngészőn belül jávázgatás, ez a lényeg. Ez a NTAPI, ez azt jelenti, hogy ne uh-huh. szép. Applikáció. Igen. Van interfész, tehát ezek a programok ilyen típusú pluginnak felelnek, mert ezek már nem futnak Chrome alatt egyáltalán, és nem is fog. Tehát régenben vissza lehetett kapcsolni, úgy, ahogy mondtad. Uh-huh. Mibe kellett bemenni? A Chrome 2-s pont per plugins. Plugins. Igen. És akkor ott lehetett visszakapcsolni, hogy ezeket az NTAP pluginokat szupportálja, de ezt letiltották, tehát nem találhatnak uh-huh. benne ez a menü, tehát nem fog menni. Jó. De az okay. Internet Explorer ott van alapból a legtöbb Windows-ban, hogyha ideglenesen ugye addig azzal azt az oldalt megnyitja, ott tudja futtatni és kész igazából. Mm-hmm. Jó. Vagy nem tudom, hogy az Edge-el megy a Java. Na megint jó kérdés. De egyébként, tehát ezért mondom, hogy egyébként annyira, hát nem az, hogy elavult, de ezért mondom, hogy furcsa, hogy nagyon sokan mindig használják ezt a futtató környezet, de gondolom ilyen különböző csetek, meg ilyesmik szokták, ha jól emlékszem, az ilyen gyaloglu, meg chat.hu, meg ilyenek, ugye ezek használnak főleg ilyen Java alapú cseteket még, gondolom én.
És ugye ott az egész rendszert alapjaiba át kéne ahhoz írni, hogyha mégsem ezt szeretnék használni, bár nem ártana most már ilyen Ajaxos megoldással próbálkozni. Ilyen plugin kéne beépíteni, nem tudom minek ez a rövidítés, a TPAPI. Ott volt. Az előbb, ahogy nézted. Most fejből már én sem tudom, de ja. Az előbb, amit néztél a Wikipédián, ott volt, ha jól emlékszem. Nem ott? Itt. Ahhoz egy TPAPI sor. Ja, jó. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ne is próbálkozzunk akkor Chrome alatt Jávával. Tehát, hogyha megcsinálják ezt a PPAP-s API-s plugint, akkor működni fog, de hogy ez mikor várható, vagy egyáltalán foglalkoznak-e vele? Hát, ha egyáltalán, igen. Hát nem valószínű, tehát hogy nem véletlenül, hogy nem használják, tehát biztos, hogy biztonsági okai vannak ennek. Egyébként most persze nem akarom a Jávát tovább fikázni, mert így is fikáztam eleget, de a legtöbb sérülékenység az mindig, legalábbis régebben a Jávában volt. Tehát, hogy nem csodálkozom, hogy egyébként a Google ezt így ignorálta a böngészőjéből véglegesen. Nem csak magát a Jávát, hanem az összes ilyen típusú dolgot, ami ezt a Netscape plugin applikáción programming interfészt használja, mert benne van a szó Netscape, hát ez egy milyen régi böngész. Jó, ez még önmagában nem jelent semmit, mert ugye az egész Firefox gyakorlatilag hát valahol elindult annak idején a Netscape navigátort, ugye a Mozilla-nak az volt az első ilyen böngészője, tehát az van továbbfejlesztve, tehát valahonnan mindegyik elindult, most azt, hogy ezt a nevet még mindig használják, igen, az max olyan kicsit megmosolyogni való. Igen. Jó, hát miért a Jávát is használják, pedig az sem mai darab. Hát persze, de okay. Ugye haladt a korral, nem tudom, hogy ez a plugin típus, hogy ez a plugin interfész, ezt miért tiltották, de biztos, hogy ennek is van valami biztonsági. Hát tudja, hogy biztonsági okai vannak, igen. Jó, Laci, köszönjük szépen. Szívesen. Hello, hello. A konklúzió tehát az, hogyha valaki Jávát szeretne használni, akkor használjon mondjuk Firefoxot hozzá, ha abban működik egyáltalán, hogy a Firefox is kipucolta most már plugineket, de elvileg a Jávát azt még támogatja, csak ugye ugyanígy be kell külön kapcsolni hozzá, de mondom, esküszöm, mint hogyha a Chrome-ban is ez valahogy nekem működött volna, de lehet, hogy már régebben volt, aztán azért nem. Jó, no, hát gyakorlatilag jó, vannak itt hozzászólások, még a C64-hez is, meg mi volt ez? Repülő ember követi az Airbus-t, jól van, rendben van. Ha már jackpackről beszéltünk itt valamelyik adásban, ugye a múltkor. Igen, itt valaki írt, mi volt ez? Hol van? A emoji-kkel leghíresebb magyar emoji. Jaj, Feri, ilyeneket nem mondhatunk be adásba, ilyen jellegű dolgokat. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, illetve a figyelmet is, eddig tartott ma a Restart. Holnap, már péntek van, úgyhogy Restart extra, Balázs és jó magam, várunk benneteket. Másfél órában összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit, és persze újdonságokról is beszélgetni fogunk. Érdemes lesz velünk tartani 7 órától. És most sem menjetek sehova, jön az édeskettes Endre mai vendége, Endre Judit lesz, úgyhogy érdemes lesz végignézni az édeskettest is. Holnap folytatjuk, szevasztok!